Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén az Egyházzenei Hét kórusa Viski Hozsánna című gyönyörű művét énekelte. Most csatlakozhatunk a dicsérő kórushoz mi magunk is, a 138. Genfi Zsoltárnak az első versével. 138. Genfi Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem nevet. Foglaljunk helyet, és hallgassuk az Egyházzenei Hét idei rendezvényének címet is adó gyönyörű Gárdonyi Zoltán művet, az Isten emberének imádsága, ez a 90. Zsoltár szövegére, dallamára készült feldolgozása Gárdonyi Zoltán református zeneszerzőnknek. Nagy szeretettel köszöntjük is egyúttal a Tahi Egyházzenei Hét kórusának az énekeseit, illetve örömmel és szeretettel köszöntjük a közöttük munkálkodó karnagyokat, és nagy-nagy örömmel köszönjük meg Pál úr János Lisztdíjas orgonaművésznek, hogy ez alkalommal itt élőben is részünk lehet az orgonajáték művészetében. Művész úrnak az YouTube csatornán van egy ilyen című vállalása, amelyen bemutatja nekünk többieknek, akik nem tudunk mindig ott lenni a fasori istentiszteleten, hogy hogyan hangzik az ő szolgálata. Én ebből mindig rendkívül sokat épülök, úgyhogy nagyon-nagyon vártam ezt a mai napot, hogy itt most élőben is a mi orgonánk lehetőségei szerint is ebben az élményben részünk lehessen. Most azonban egy egészen különleges mű is hadd következzen, tehát Gárdonyi Zoltán, az Isten emberének imádsága, református himnuszunk, a 90. Zsoltár ihlette. Thank you.
Gondolom, hogy rá is fért a lelkünkre még ez a kis csönd. A muzsika után nehéz ilyenkor megszólalni. Monumentális ez a mű, és lelkünkhöz, szívünkhöz közeli. Már annál is inkább, mert a 90. Zsoltár szívünk, lelkünk dobbanása szava. Hálásan köszönjük Hargita Péter karnagy úrnak a vezetést, betanítást, Vasejzen Ákosnak a billentyűzést, illetve Lakó Sándornak és a vele érkezett kamara zenekarnak Kecskemétről a szolgálatát. Közösen is énekeljünk, hogy módunk legyen úgy is dicsőíteni az élő Istent, hogy együtt énekelünk a kórussal, a orgona művész vezetésével. 741. dicséretünket keressük meg. 741. énekünket keressük meg, és mind a 4 versével énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
ami további segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, megtart és kegyelmesen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten hozzánk szóló üzenetét, új szövetségi napi ige szakaszunkat olvasom, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 14. fejezetéből, a 13. verstől a 22. versig terjedő szakaszt. És mikor mindezeket meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig halva gyalog követte őt a városokból. És kimenvén Jézus látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította. Amikor pedig esteledett, hozzámentek az ő tanítványai, ezt mondva, puszta hely ez, és az idő már elmúlt, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondta nekik, nem szükség elmenniük, adjatok nékik ti enniük. Azok pedig ezt mondták neki, nincsen itten csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok azokat ide hozzám. És amikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret és 2 halat, és szemeit az égre emelve hálákat adott, és megszegve a kenyereket adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek, és megelégedtek, és felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Feleljünk, testvérek, Isten megszólító szavára, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, előtted megállva 2 érzés van a szívünkbe. Egyfelől a hála érzése, hiszen egyikünk se tudná felsorolni azt a sok jót, áldást, amit csak az elmúlt héten is kaptunk tőled. Hadd köszönjük meg, hogy a nagy hőség után jött egy kis enyhülés, hogy esővel öntözted meg a kiszáradó földet. Tudjuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről való. Köszönjük, hogy olyan természetesnek tartott dolgokat is napról napra, óráról órára megkapunk tőled. Köszönjük szeretteinket, a gondviselést, azt, hogy a mindennapi szükségeinket megadtad nekünk. Látod, hogy ezt sokszor olyan természetesnek tartjuk. Áldunk téged azért, hogy együtt lehetünk, mert te megígérted, hogy a világ kezdetétől fogva, igéd és lelked által az igaz hit egységébe összegyűjtesz magadnak egy kiválasztott gyülekezetet. Köszönjük, hogy ezek közé tartozhatunk, hogy meghallhattuk már a te hívószavad. És a hálaadás mellett bizony ott van a szégyen érzés is a szívünkbe. Mert tudjuk a te igédből, hogy ha mindent elvégeztünk, megtettünk, akkor is csak orcánk pirulása lehet a miénk. De meg kell vallanunk, hogy sok mindent nem tettünk meg, a sok jónak, amivel megáldottál minket, abból olyan kevés jutott másoknak. Sok az életünkbe az eltékozolt idő, az elszalasztott alkalom. Szeretnénk most jól élni azzal a lehetőséggel, hogy szólsz hozzánk. Figyelünk most, Urunk, a te szavadra. Kérünk, hogy te taníts bennünket. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és hallgassuk meg újra a kórust. Máté Jánosnak a kórusművét énekli az Egyházzenei Hét kórusa. Áldjad én lelkem az Urat,
Máté Jánosra sokan emlékeznek itt a gyülekezetben. Ő volt hosszú éveken keresztül a Zenei Hét vezetője, és az ő halála évében 1998-ban utolsó kórusműként írta meg ezt a művet, amit most az énekkar fog énekelni. Thank you.
kórust Kis Ferenc testvérünk, a kórus titkára és mindenese vezényelte. Hallgassuk meg, testvérek, azt az igét, bizonyságtételem alapigéjét, amellyel kezdődik a mai ige szakasz, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 14. részének 13. verse. És amikor mindezeket meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. Foglaljatok helyet, testvérek! Úgy gondolom, hogy mindannyiunk előtt ismert ez a történet, amelyet mind a négy evangélista leír. Kicsit rosszul is szoktuk mondani a címet, hogy az 5000 ember megvendégelése, mert odaírják az evangélisták, hogy 5000-en voltak férfiak. Tehát egy sokkal nagyobb tömegről van szó. Én bátorítom mindig a saját gyülekezetem tagjait, a Váci gyülekezet tagjait is, hogy amikor több evangélium leír egy történetet, olvassuk el mindegyiket, mert mint egy mozaikból összeáll egy egységes kép, és sokkal többet érthetünk meg az eseményekből. Megvallom, hogy nagyon kevés olyan csodatétele van Jézusnak, amit mind a négy evangélista leír, nyilván azért, mert ezt mind a négyen hallatlan, fontosnak és kiemelkedőnek tartották. Tudom, hogy ez nem itt a reklám helye, de hadd hívjam fel a testvérek figyelmét, hogy a mi egyházi kiadónknak van egy olyan kiadványa, a Szinopszis, ahol össze van gyűjtve az, hogy egy, kettő, három, vagy mind a négy evangéliumban mi az, ami le van írva, és oda vannak téve egymás mellé. Tehát nem kell lapozgatni ide-oda a Bibliát, hanem ebben a kiadványban együtt olvashatjuk, ajánlom a testvérek figyelmébe. Maga ez a történet úgy gondolom, hogy annyira ismerős, hogyha bárkire ráböknék itt a gyülekezetbe, el tudná mondani. Lehet, hogy az egyik szakaszt az egyik evangélium alapján, a másikat a másik alapján, hogy Filip az, aki azt mondja, hogy gyerekek, 200 dénár áru kenyérből se tudunk jól lakatni embert. A másik evangélium megnevezi, hogy ki az, aki azt mondja, hogy hát van itt egy gyermek, akinek van 5 kenyere és 2 hala, de ismerős a történet. Én néhány részletét szeretném most ennek a történetnek a történetből kiemelni. Először is nézzük a szereplőket röviden. Nyilvánvaló, hogy ennek a történésnek, az 5000-ek megvendégelése történetének Jézus a főszereplője. Akiről azt olvassuk, hogy egész nap tanít, végzi a csodálatos szolgálatát, elfárad, szeretne egy kicsit megpihenni, félre vonul egy puszta helyre egyedül. Ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy szoktunk-e egyedül félre vonulni. Van-e helye az életünkbe a csendességnek, a félre vonulásnak? De nem sokáig hagyják őt nyugton, jön a tömeg, jönnek az emberek, és az egyik evangélista így írja, hogy örömmel fogadta őket. Feleségem a tanú rá, hogy ha nézek egy kedvenc tévéműsort, ne talán egy márkás futballmeccset, és megszólal a telefonom, főleg ha a kapu csengő, akkor szoktam mondani, hogy ki a csodát hozott most ide, vagy ki zaklat most engem a kedvenc szórakozásomba. Az ember zokon veszi, hogyha valamire oda szeretnék figyelni, és közben megzavarják. Jézus félrevonul, de jön a tömeg, örömmel fogadja őt. Az első evangélium, hogy nála nincs kiírva, hogy reggel 8-tól délig, délután 2-től 5-ig vagy 6-ig van a fogadó órám. Hozzá bármikor lehetett menni, hozzá mi is bármikor mehetünk. Nikodémus például éjszaka ment hozzá.
és éjszaka mondja el Jézus a tanításainak az egyik legcsodálatosabbját, és ennek az embernek mondja, egyedül ebben a beszélgetésben hangzik el, amit mindenki tud, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Bármikor lehetett és lehet Jézust keresni, örömmel fogad, olyan mesterünk van, aki elindul a kereszt felé, és akkor a tömegből valaki kiáltozni kezd. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És akkor Jézus lelassít, megáll, azt mondja, hogy hozzátok ide. Pedig még a tanítványok is azt mondják, hogy hallgattassátok már el, ne zavarja a mestert az ordítozásával. Jézus azt mondja, hogy hozzátok ide. Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mester, hogy lássak. És megadja a szeme világátnak, ugye Bartimeusról van szó. De még a kereszten is, hatalmas szenvedések közepette, van ideje arra, hogy bocsánatot kérjen a gyilkosai számára. Ő nem csak azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, hanem a gyilkosait ezzel beviszi a mennyországba. Mert az, hogy megbocsátott nekik az atya, ez azt jelenti. Meg a megtérő latrot is. Megelőzve az apostolokat, minden szentet, azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomba. Borzasztó szenvedések közepette van gondja az ilyen emberek számára is. És milyen csodálatos, van gondja az édesanyjára. A keresztről még leszól, és azt mondja Jánosnak, hogy ím hol a te anyád. Máriához fordul, ím hol a te fiad. Jogász szakemberek mondják, hogy ez egy tökéletes régi jogi formula, mert régen még volt ilyen szerződés is, a szóba elmondott szerződés. De még a nagyapáink idejében is, hogyha két ember azt mondta, hogy kezet rá, akkor nem kellett közjegyzőhöz, meg ügyvédekhez fordulni, mert az adott szónak súlya volt. De Jézus a keresztről gondoskodik az édesanyjáról, méghozzá arra a tanítványra bízza, aki egyedül nem fog mártír halált halni, és aki a leghosszabb ideig él ezen a földön. Még a haláltusában is intézkedik és segít embereken, hát arról nem is beszélve, hogy mindannyiunkon is segített. Jézusnak van ideje ami számunkra. Olyan urunk van, akinek van ideje számunkra, aki, így olvassuk, nem ítélkezik fölöttünk, hanem megszánja a hozzáfordulókat, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való nyáj. Ő lesz a pásztoruk. Na, nézzük a másik csoportot, a tanítványokat. Hát egy kicsit szégyellem magam, mert tulajdonképpen tükröt tart elénk itt az ige. Azt a tükröt tartja, hogy mi szeretünk okoskodni. Mi szeretünk rövidre zárni dolgokat. Vagy így szoktuk mondani, hogy úgy állunk a munkához, hogy más is hozzáférjen. Mert mit mond a sokaság? Azt látják, egyik fordítás olyan szépen mondja, hogy telik az idő, így mondja, hogy ennél szebb fordítást én nem tudok, hogy már nagy idő van. Azaz beesteledett. És a tanítványok ötlete, bocsásd el a sokaságot. Hát egész nap hallgattak téged, most már megéheztek. Ez a tanítványi magatartás, rövidre zárni a dolgokat. Ők tudják, hogy mi a megoldás. Most történt tegnap, és azóta is mosolygok magamba, amikor a kedves zenei vezetőnk mondta, hogy mit csináljunk majd a lehúzott ágyneművel,
és még nem fejezte be a mondatot, hogy melyik szobán létegyük, már megszólaltak, hogy mondta volna, hogy az egyes, meg a kettes közé, de meg az egyesnél tartott, amikor már szóltak, hogy a kettes, nem a kettes, hanem a hármas, a kávézó. Mert mi mindig okosak vagyunk, okosabbak másoknál. Én is megszólaltam félhangosan, amikor mondták, hogy egyes, kettes, én annyit mondtam, hogy X. Mert mi mindig tudjuk, és jobban tudjuk másoknál, hogy mit kell csinálni. Emlékezzetek rá, hogy amikor Jézus megy Jairus házához. Ugye igazán sürgős lenne, és szegény Jairus, hát én magam is átéltem, hogy mi az, amikor valakinek haldoklik a lánya. Hogy hajtaná Jézust, hogy gyere már, ne beszélgess. És körülveszi őt a tömeg, és egy nő, egy beteg, 12 év óta beteg asszony, azzal a kicsit babonás hittel, de megérinti Jézust. Hogyha csak a ruhája szegélyét érintem meg, én attól is meg fogok gyógyulni. És akkor Jézus megáll és megkérdezi, nem mintha nem tudná, hogy ki érintett meg engem, de azt akarja ezzel a beszélgetéssel, hogy ennek az asszonynak az egész élete rendeződjék. Ne csak testi gyógyulást kapjon, hanem megtörténjen az, ami megtörténik, hogy elmond Jézusnak mindent, őszintén és igazán. A lelkét is ki tudja önteni. A lelke is meggyógyul. És hogy reagálnak a tanítványok? Udvariasabbak ennél, mint ahogy én fogalmazok, de úgy fogalmaznak, hogy kérdezhetsz ilyen bolondságot, hogy ki érintett téged? Hát ebben a nagy tömegben összenyomtak. Ti is utaztatok már tömött villamoson vagy buszon, amikor az ember tyúkszemére is lépnek, meg lögdösik jobbról-balról. Hát hogy lehet olyan butaságot kérdezni? Fogalmuk sincs arról, hogy mi történik itt. Mert ők okosak és szeretnek okoskodni. Sajnos sokszor mi is ilyenek vagyunk. Testvérek, itt ők ezt a megoldást ajánlják, küldd el őket. Gondoskodjanak magukról. Ott a puszta helyen. De akkor még nem volt Tesco, meg CBA, meg este van. Hát hogy gondoskodjanak magukról? De ők rövidre zárnák a dolgot, és ott van még a tömeg, a sokaság, amelyik nem hagyja pihenni Jézust. Tulajdonképpen érzéketlen, tapintatlan, sőt önző emberek, akik nem foglalkoznak azzal, hogy Jézus most fáradt. Hiszen az ő emberi teste szerint, ahogy mi elfáradunk, nem is kell egész nap dolgoznunk, elég ilyen melegbe együtt lenni. Nem győzzük legyezni már a hölgyek magukat, mert még a melegtől is el tudunk fáradni, hát nem egy egész napi munkától. Nos, ez az érzéketlen tömeg nem foglalkozik Jézus fizikai, lelki állapotával, mert három evangélista még azt is leírja, hogy nem csak tanít előtte Jézus, hanem jön egy küldöttség, mivel? Hogy az ő útkészítőjét, barátját és rokonát lefejezték. Tehát előtte még egy nagy lelki megrázkódtatást, hogy keresztelő Jánost megölték, Heródes lefejeztette. Tehát még a fizikai fáradtság mellett egy nagy lelki trauma is, hogy meghalt keresztelő János. De a tömeget mindez nem érdekli. Ismeritek ezt a magatartást? Adj, Uram, Isten, de mindjárt, hogy te hogy vagy, te mit gondolsz, az nem érdekes. Nos, egy dolgot szeretnék aláhúzni ebből az egész történésből. Túl azon, hogy nagy csoda történik, hiszen írásmagyarázók állítják, hogy ez legalább 10 000-es tömeg volt, legalább, mert asszonyok meg gyermekek is voltak, és hogy megeteti őket Jézus. A csodát nem jó magyarázni, nem is lehet magyarázni. Egyszerűen tudomásul vesszük, hogy az a valaki, aki egyenlő az örök atyával, aki ott volt a teremtésnél. Jézus nem született, Jézus öröktől fogva való Isten. Ezért tévedés, amikor azt mondják, hogy karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Ez nem igaz.
a testélételt ünnepeljük. De Jézus öröktől fogva van, ott volt a teremtéskor, ahogy Isten lelke lebeg a vizek felett. Tehát túl ezen a csodán, mert nem lehet magyarázni, hogy van valaki, aki öröktől fogva van, és aki azt mondja, hogy legyen, és megvan ez a világ mindenség. Hát hogy ne tudna 10 vagy akár 100 000 embert is jól akadni? Hogy ne tudna ez a valaki a Földön élő több mint 8 milliárd embernek enni adni és mindennel ellátni bennünket, és ha mégis vannak éhező emberek, ez nem az ő hibája, hanem az, hogy én többet veszek el az asztalról, nem marad annak, aki éhezik. Mert mi rosszul osztjuk el ezeket a javakat. Nos, nekem ez fontos itt most, ez ragadott meg. Mennyire fontos számunkra, vagy fontos lenne a csendesség, hogy Jézus a csendből jön, és a csendbe megy, hogy aztán nem hagynak neki nyugtot, az egy másik kérdés, de már a teremtés is ezt mutatja. 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap az legyen az elcsendesedés. Tudjátok, a sabbat, a 7. nap az azt jelenti, hogy a nagy fellélegzés, a megpihenés és az elcsendesedésnek a napja. Nem úgy kell szó szerint érteni, ahogy a kedves zsidó testvérek, hogy akkor kiszámolom, hogy hány lépést tehetek, meg hány lépést nem. Ajándékba kaptuk, ezt nem számolásra. Tartsunk csendességet. Persze hallom az ellenvetést, testvérek, hogy Jézus korában ez könnyű volt. Élt volna Jézus test szerint a mi világunkba, mert utána néztem, Jézus korában az volt a demográfiai helyzet, hogy 170 millió ember élt az egész Földön. Ma több mint 8 milliárd. Hát 170 millió jobban elfér, meg jobban csöndbe tud lenni, meg az egy egészen más világ volt. Nem voltak repülők, nem robogtak vonatok, nem zakatoltak gépek, nem voltak gépjárművek, nem keltett fel a szomszéd a benzines fűnyíróval, vagy a flexel, tehát akkor azért könnyebb volt csendbe lenni. Nem rohantak az emberek annyira, mert közhely, hogy rohanó világban élünk, talán ismeritek Jevtusenkónak ezt a versét, a rohanás-e kornak átka, az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb rohan tovább. Mint sietve szeretnek, isznak, míg a lélek végül lerogy, sietve rombolnak, s megint csak sietve bánják valahogy. Bizony rohanás ekkornak az átka. És hadd mondjam azt, hogy statisztikák bizonyítják, hogy senkiről ezen a világon nem írtak annyit, és nem beszéltek annyit, mint Jézus Krisztusról. De senki sok mindent írtak, pro és kontra, de még senki nem írta, és senki nem mondta azt, hogy Jézusnak tovább kellett volna élni 33 esztendőnél. Sőt, éppen ellenkezőleg, amikor ő elmondja a kereszten az utolsó szókét, hogy elvégeztetett, akkor ez ezt is jelenti, hogy ő teljesen, tökéletesen, hiánytalanul elvégezte azt, amit az Atya rábízott, a megváltás csodálatos munkáját. És sehol nem olvassuk azt, hogy Jézus rohant volna, ideges lett volna, kapkodott volna. Sőt, ő mindig az Atya óráját figyelte. Amikor a testvérei noszogatják, hogy na menjünk, azt mondja, hogy ti mehettek, de nem jött még el az én órám. Figyelt az Atya órájára. Viszont a Gecsemáné kertbe azt mondja, keljetek fel és menjünk. Mert most már eljött az az óra. Jézus nem kapkodott, nem idegeskedett. Ő az Atya órájára figyelt. Tanuljuk meg Jézustól az elcsendesedés mindennél fontosabb jelentőségét,
Tudjuk, hogy ez a világ nem szereti a csendet. Egyszer egyik évfordulónkon, családi évfordulón kímélendő a feleségemet, mondtam, hogy menjünk el egy vendéglőbe, a szűk család, néhány tucat ember volt a szűk család is, lefoglaltuk, és úgy kellett szólni a tulajdonosnak, hogyha lehet egy kicsit, vegye halkabbra a muzsikát, vagy tőlünk akár le is csukhatja, mert úgy szólt, hogy nem tudtunk tőle beszélgetni. Hát bemegyünk akár egy áruházba, ide-oda-amoda, mindenütt szól valami. A ma embere nem tud igazán csöndbe lenni, valaminek mindig szólni kell. Egy teljesítmény központú világban élünk, ahol azt becsülik meg, aki teljesíteni tud, aki pörög, aki csendességet tart. Ismeritek Oswald Chambersnek a nevét, ezt írja egy helyen. Az Istennel való magányos, csendes közösségünk mélységétől függ a nyilvános szolgálatunk minősége. Milyen csendességet tartunk, attól függ, hogy szolgálunk. Nagyon fontos dolog. Befejezem azzal, testvérek, hogy egy olyan kedves, ma már a másik világban élő lelkipásztor testvérem mesélte ezt, akitől rengeteget tanultam, hogy egyszer meglátogatott egy idős beteg asszonyt, aki már nem tudott eljönni Isten tiszteletre, ágyban feküdt, már az ágyból se tudott kikelni. Ő leült az ágya mellé, próbálta őt vigasztalni, beszélgetni, és föltette a kicsit naív és buta kérdést, hogy hát mit tud most csinálni, vagy hogyan telnek a napjai. És akkor azt mondta ez az idős asszony, hogy pörgetem az olvasómat. És erről fölkapta a fejét, hogy hát mi reformátusok nem használunk olvasót, nem használunk rózsafüzért. Katolikus testvérek tudják, hogy kis golyók vannak, 10 golyó, egy nagyobb golyó, megint 10 golyó, megint egy nagyobb, a végén van egy kereszt, és elő van írva a katolikusoknak, hogy amikor egyik golyót vagy gyöngyöt megfogják, milyen imádságot, meg hányszor kell elmondani, és ezen végig mennek. Hát mi megbotránkozunk, mert tudjuk, hogy nem az imádság sokaságával tudjuk lefárasztani az Istent, hanem az őszinte imádságot várja, nem az olvasó pörgetését. És akkor látta ez az idős néni az elkerekedő szemeket, azt mondja, hogy hát ez az én olvasóm. Ez az új van a legközelebb a szívemhez. Amikor erre nézek, akkor azokért imádkozok, akik legközelebb állnak az én szívemhez. A családom tagjaiért, a rokonaimért. Amikor ezt az ujjamat nézem, a mutató ujjamat, akkor azokért könyörgök, akik mutatják nekem az utat, az örökké valóság a menny felé. Ilyenkor szoktam a lelkipásztorokért, a tanítókért imádkozni. Hát ez a leghosszabb ujjam, a középső, ilyenkor azokért imádkozom, akikre Isten a vezetést bízta, a világ nagyjaiért, hogy normálisan, lelkiismeretesen, Isten akarata szerint vezessék ezt a világot. Aztán ez a gyűrűs ujjam mondta, akkor a házasságokért imádkozok, mert annyi a felbomló házasság, hogy emberek békességbe, harmóniába tudjanak együtt élni. És amikor a legkisebb következik ebben a sajátos olvasóban, akkor a kicsinyekért, a gyermekekért, az unokákért, a következő generációkért imádkozok. Micsoda ajándék, micsoda csodálatos lehetőség egy ágyhoz kötött csendességben. Én nagyon szeretem a sportot, sajnáltam, hogy véget él az olimpia. Büszke vagyok az olimpikonjainkra, meg arra a rajzra, amit kitesznek a Facebookra, 19, miközben Ausztriának csak 5-ös van, onakinek 0 van, az érmek számát mutatja. Különösképpen, mert nagyon közel áll a szívemhez,
honvédos sportoló, ugye Milák Kristóf, és szurkoltam neki, hogy vajon így a félrevonultság után képes lesz egyáltalán valamire. Hát képes volt. Egy ezüstre is, meg egy aranyra is. Azért jutott ez eszembe, mert amikor megállunk majd a mennyország kapujában, én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb érték lesz ennek a néninek ez az olvasó forgatása, mint Milák Kristóf ezüstje és aranya, és el is határoztam, hogy én azt fogom mondani, hogy Uram, ezüstöm és aranyam az nekem nincs, de van megváltó Jézus Krisztusom, aki egyszer az életem egy pillanatában, amikor térdre tudtam hullni előtte, és bocsánatot kértem, biztosított a bocsánatról. Van megváltó Krisztusom. És akkor majd kitárják az ajtót. Mehetsz, beléphetsz. Hát adjon az Isten mindannyiunknak ilyen csendességet, amit ez követ majd, hogy nyitva az ajtó előtted a mennyek országába. Amen. Maradjunk testvérek a helyünkön, és hallgassuk meg most Berkesi Sándornak Ma örvendezzetek című művét. Berkesi Sándor tavaly még velünk volt, tudjuk, hogy ő is egy Kossuth és Liszt Ferenc díjas professzor úr, akivel telefonon értekeztünk és köszönt szeretettel mindenkit. Azt mondta, hogy lelke szerint veletek vagyok, de nem csak a lelke szerint, hanem a kórusműve által is. Hallgassuk meg ezt a kórusművet. Énekkar tagjai azért ültek most le, hogy most újra fölálljanak, és fennállva adjunk hálát imádságban Istennek. Áldunk téged, Istenünk, édesatyánk, hogy te ilyen csodálatos módon teremtetted ezt a világot, hogy készítettél egy napot az elcsendesedésre. Megvalljuk, hogy ebben a rohanó világban olyan sokszor megfeledkezünk erről, hogy
kell a csend, kell a félrevonulás. Köszönjük a nyugodalom napját, ezt a vasárnapot, és imádkozunk hozzád azokért, akik mindig csak nagy rohanásban élnek. Valóban látjuk, hogy rohanás e világnak az átka. És áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy ebben a tekintetben is rád nézhetünk, akinek volt időd a vakkoldus számára, a rablógyilkos számára, aki meg tudtál állni az úton, amikor valaki megérintett téged. Áldj meg minket, hogy sokkal jobban ragaszkodhassunk hozzád, és figyeljünk arra a rendre, ritmusra, amit te kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy ennek a lényege az, hogy keressük először a te országodat és a te igazságodat, és a többiek megadatnak. Imádkozunk hozzád a távol lévőkért, hogy találják meg ők is a megtérés útját. Imádkozunk hozzád betegeinkért, otthon és kórházban lévő testvéreinkért, és mindazokért, akik ott állnak mellettük, és szívszorongva ápolják a betegeket, és várják az ő gyógyulásukat, sorsuk jobbra fordulását. Imádkozunk hozzád ezért a teremtett világért, amit mi annyira megrontottunk már. Adj, Úristen, békességet a mi időnkben a földön. Segíts abban, hogy elhallgassanak a fegyverek, hogy véget érjenek a háborúskodások. A gyűlölet helyébe adj szeretetet, megértést a mi szívünkbe. Áld meg ezt a gyülekezetet, szeretett egyházunkat, nemzetünket. Köszönjük, hogy eddig is gondot viseltél rólunk és erről a teremtett világról. Kísér tovább is bennünket a te jó akaratoddal és a te áldásoddal. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Állás szívvel köszönjük az igehirdetés szolgálatát, főtiszteletű Csuka Tamás püspök úrnak gazdag áldást kívánunk ezutáni szolgálataira, életére és családjára. Úgyhogy nagy-nagy örömmel köszönjük meg az egyházzenei hét kórusának, hogy ilyen gyönyörű ünnepivé tették ezt a mi mai istentiszteletünket. Öröm és boldogság a számunkra várni, hogy itt, amikor már majd a tanév újra elkezdődik, és akik érintettek vagyunk bármilyen szinten benne, egy kicsikét már úgy kezdünk másfelé hangolódni, akkor előtte mindig kapunk egy ilyen gyönyörű ajándékot itt az Isten házában, hogy jó szándékú emberek gyönyörű énekeket gyönyörűen énekelnek, és még az orgonánk is fantasztikusan szólhat hozzá, úgyhogy ez az idén meg még zenekar is volt, úgyhogy nagy-nagy boldogság és hálásan köszönjük. Így mondunk köszönetet Hargita Péternek, illetve Mikesi Tibor karnagynak, mind a ketten karnagyok természetesen, akik itt a zenei vezetés szolgálatát végezték. Hálás szívvel köszönjük Nagyné Györfi Ildikónak a karvezetést, illetve Kis Ferencnek is köszönjük, és Vas Ejzen Ákosnak is. Eddig vezényeltek ők, a folytatásban lévők. Ha mások lesznek, nekik is köszönjük a vezénylést, a szolgálatot, azt, hogy betanították, összefogják az énekesek szándékát és muzsikálnak közöttünk, és nagyon köszönjük Pál Úr János orgonaművésznek is a csodálatos közreműködését.
Egy személyes dolgot szeretnék még mondani. Én magam is nagyon reménykedtem, hogy Berkesi tanár úrral találkozhatunk itt. Ő nekem kedves tanárom, karvezetőm volt, magam is kántustag voltam a kollégiumi esztendők alatt, és az a megtiszteltetés ért, amit itt szerettem volna vele megvitatni. Én majd felhívom telefonon, hogy július 24-én, ha valaki hallotta a református fél órát a Kossuth Rádión, akkor ketten szerepeltünk benne. Ő ugye 80 esztendő volt, és egy nagyon remek műsort, riportot készítettek vele, és utána, miután azon a héten én voltam az országos reggeli áhítat felelős, így az én ige szolgálatom volt még benne ebben a műsorban, és ezt én sem tudtam előre, úgyhogy amikor utólag édesanyám hívott, hogy voltál a rádióba kisfiamnak, akkor megkerestem, hogy mi is volt a műsor, csak egész megdöbbentem, hogy előtte pedig Berkesi Sándor, hát ennél nagyobb ajándékot én biztos, hogy nem kaphattam volna, és ezt szerettem volna elmondani neki, de így majd akkor telefonon. Az viszont annál inkább öröm, hogy lesz még egy berkesi mű, ezt, amit Ildikó vezényelt, ezt a mi kórusunk is énekelte, mi is nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy köszönjük, hogy inspiráltatok, hogy vegyük ezt elő, és még jobban megtanulva majd újra legyen a műsorom, mert ez egy nagyon jó kis léphaftének, ez igazán boldogság a számunkra. Szóval köszönjük, hogy itt vagytok, és sok-sok áldást kívánunk mindnyájatok életére. Gyülekezeti hirdetéseim is vannak, egy néhány. Tegnap délután kérte házasságára Isten áldását Dálnoki Róbert László, illetve Kislenke Dorottya. Ma este 5 órától pedig a Párkánszki Árpád és dr. Árgyelán Krisztina fogja itt a templomban házasság kötésére Urunk áldását kérni. Gazdag áldást kívánunk ehelyről is az ő életükre. Együttérző szeretettel imádkozunk Ágoston György testvérünk családjáért, akinek pénteken délután volt a búcsúztatás a baptista szertartás szerint. Erről is vigasztalódást kívánunk fájó szívű családtagjai számára. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a héten 40 ezer forint adomány érkezett egy családtól Isten dicsőségére, illetve 40 ezer forint adomány érkezett egy másik családtól, hálából ugyancsak Isten dicsőségére. Gazdag áldást kívánunk az ő életükre. Egyúttal köszönjük mindazok adományait is, akik a persejekben helyezik el hála áldozatukat. Legyen áldás az ő életükön. Ugyancsak szeretettel köszönöm meg két presbiteri családnak, hogy a hátsó temetőkaput ismét működőképes állapotba hozták. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon jó, hogy gyakorlatilag azonnal, mikor probléma jelentkezett, akkor ők szolgálatba helyezték magukat, erőt, időt nem kímélve helyreállították. Ehelyről is köszönjük szépen ennek a két családnak, férfi tagjainak ezt a szolgálatot. Ezek után még alkalmakat szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani. A mai délutánon 2 órától ima órát fogunk tartani. Legközelebb aztán augusztus 20-án a nemzeti ünnepen délelőtt 10 órától itt a templomban tartunk ünnepi istentiszteletet. Ugyanezen a napon 5 órától lesz a települési ünnepség is, kenyérhálaadással és műsorral, az már majd a faluház udvarán. Mi pedig itt délelőtt 10 órától a templomban találkozhatunk. Szerdán 9 órakor, augusztus 21-én tartunk bibliaórát, várjuk szeretettel a bibliaórásokat szerdán 9 órától bibliaórára. Csütörtökön, pénteken és szombaton 6 órától lesznek úrvacsorai előkészítő alkalmaink a gyülekezeti teremben. Csütörtökön, pénteken és szombaton tehát 6 órától. Ezekre az alkalmakra is hívogatunk, ugyanis mához egy hétre, vasárnap úrvacsorás istentiszteletre hívogatnak majd a harangok, amikor is az új kenyérért fogunk hálát adni a mi élő Istenünknek, és megújíthatjuk vele való szövetségünket az úrvacsora jegyeinek erejével és áldásával. Hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Ez is egy különleges alkalom lesz annál is inkább, mivel hogy konfirmációi fogadalmat tesz Köröztös Gábor felnőtt testvérünk, akivel a felkészülés végén járunk, tudásban és lelkiekben is nagy örömmel és reménységgel várjuk ezt a jövő vasárnapot, hordozzuk imádságban az ő család is. Tehát ez lesz a jövő heti vasárnapi ünnepi alkalmunk. Mindezek után szeretettel megköszönve kinek-kinek a jelenlétét és a szolgálatát, szeretnék áldást kérni a mi gyülekezetünkre, legyen az Úr a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.
Végezetül még két kórusműre fog sor kerülni, először Berkesi Sándor Emlékezzél kezdetű kórusművére, azután pedig Hargita Péter Karnagynak, a 131. Zsoltárnak a gyönyörű szövegére készült éneke következik, ezt követően pedig majd közösen is énekelünk még egy gyülekezeti éneket lezárásként. Most pedig fogadjuk tehát szeretettel, imádságos szívvel Berkesi Sándor és Hargita Péter kórusművét. Thank you.
Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint édes anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem, bízzál Izrael az Úrban mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszönjük még, akiket nem mondtam a nagyon gazdag előadói repertoárból, a hangszeresek szolgálatát. Így köszönjük még egyszer Lakó Sándor kamara zenekarának a jelenlétét és muzsikáját, szolgálatát, illetve Samu Éva fuvola művész szolgálatát. Gazdag áldás legyen mindnyájuk életén. Közös dicsőítő énekünk pedig a mai ünnepi csodálatos alkalom végeképpen a 742. dicséret, 742. énekünknek az első és a hatodik versét énekeljük, amint itt föl is írták nagyon helyesen az új énekeskönyvben, ez pedig a 37. Zsoltár gyönyörű vigasztaló szavai nyomán készült Paul Gerhardt ének. Tehát a 37. Zsoltárra utal vissza, a 131-el üzenetében igencsak rokon. 742. dicséretünknek az első és a hatodik versével köszönjük meg, hát imádságos szívvel Urunknak a sok jót, amit ma nekünk ajándékozott. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében.